Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék egy új mod bemutatóval, és ebben a mod bemutatóban az Inventory Pets nevű modot szeretném nektek bemutatni. Készüljetek fel, mert nagyon király lesz. És hát a mod egyébként annyi tud, hogy kapunk ilyen kis állatkákat, amiket az inventoringban tudunk tartani, tehát alul ott az eszköztárunkban és különleges képességeket fognak nekünk adni. Az egyébként már külön pozitív dolog benne, hogy ezeket az állatokat nem lehet megölni, tehát véletlenül sem tudom esetleg belefullasztani őket egy kohóba, mint mondjuk a dinoszauruszt az Atakov the Beat de hát igen, ez egy nekem való mód. Na, hát akkor igazából nagyon sok ilyen inventori pet van, úgyhogy mindenféleképpen megmutatom nektek az összeset, hogy mit csinál, mit eszik, hogyan kell őket használni és építettem egyébként egy kis tesztpályát is, elméletileg minden képességet meg tudok majd nektek mutatni, és még annyit elmondanék, hogy a modnak a honlapján, ahol le lehet tölteni, nincsenek crafting receptek, én ezeket majd be fogom vágni a videóhoz, és akkor majd itt valamelyik sarokban láthatjátok mindegyiknél külön a crafting recepteket. Na, hát kezdjük, mondjuk a tehén pettel. Először egyébként a barátságos inventory peteket szeretném nektek megmutatni. Ezeket egyébként úgy soroltam be, hogy láthatjátok, hogy itt alul írja, hogy peaceful, és hát nyilván azok barátságosak, Milyen többinél, tehát a másik négy kategóriánál más megjelölés van. Na hát akkor kezdjük is a bocival. Egyébként az inventori petetek csak akkor aktív, hogyha itt az alsó eszköztárban van. Mindegy, hogy hova rakjátok, de hogyha itt van, akkor nem fog működni, csak hogyha itt ebbe a legalsóba van. Szóval minden negatív potion effektet leszed rólunk. És hogyha van nálunk üres vödör, akkor azt random elkezdi teljesen megtölteni. Sajnos most egyébként, ahogy látom, csak sima vödör van itt. Viszont van egy inventory pet. Igen, a, ez ami megtölti a vödröt. Egyébként nem biztos, hogy most így egyből fel fogja tölteni. Mert egy Minecraft nap alatt egy-két vödröt tölt meg telje. De próba cseresznie, hát ha sikerül. Szóval, a másik pedig az, hogy ugye búzát teszik. Vannak olyan inventori petek, amiknek van ilyen damage bárjuk alul, tehát hogyha használjátok őket, akkor láthatjátok, hogy ugye mint a eszközök, tehát mondjuk a kart, hogyha itt elkezdek vele ütni, akkor ott megjelenik alatt egy ilyen zöld sáv, ugye elkezdenek használódni, és amikor elhasználódtak teljesen, akkor kezdenek el lenni. Na most azoknál a peteknél, amelyiknél nincsen ilyen damage bár, ott ő, random elkezdik enni, tehát ő, fontos, hogy az inventory-tokban mindig legyen olyan étel, amilyen az inventori petnek kell, mert különben egy idő után nem fog működni, tehát egy idő után megtagadja azt, hogy ő, ugye lesz egy -e rólam a negatív potion effekteket, és hát azt akarom még megnézni, hogy ő, valamivel tudok-e magamra most itt negatív potion effektet rakni, de mindjárt megoldom, és akkor megmutatom nektek, hogy ez hogyan is működik pontosan. Ő, mondjuk Igyunk meg egy kis mérget, poison 2-t, nem fog minket kinyírni, de a kinyírat se baj, mert itt fogok újraéledni. És láthatjátok, hogy megittem a mérget, és semmi bajom nem lett tőle. Akkor a következő az a sípet, ő gyapjút ad nekünk, egyébként itt úgy vannak elhelyezve a dolgok, hogy az állat, alatt az, hogyha ad valamit, tehát hogyha külön pluszba kapunk tőle dolgokat, illetve, hogy mivel kell őket etetni, és a legalsó sorba igazából csak a teszt miatt raktam be dolgokat. Na, hát akkor itt van a sípet, ugye a báránypet, és ö, a lényeg annyi, hogy ha magasról leugrunk vele, és itt van ugye az alsó eszköztárunkban, akkor nem fogunk megsérülni, illetve folyamatosan kapunk tőle vult, tehát gyapjút, és ő is búzát eszik. Ezt meg is mutatom nektek, leugrok vele jó magasról. Igazából már itt is bőven sebződnék. Leugrok, és nem lesz semmi bajom. Viszont, hogy oda fölrakom, szépként csak azért mutatom meg nektek, hogy uh, te csak akkor működik, amikor ott van az alsó eszköztárban. Akkor viszont majdnem, hogy kitörtem a bokámat. Nos, hát igazából ennyit tud a báránypet. Vissza is rakom. Aztán jöjjön a kis malacka, ő nyers disznóhúst fog nekünk adni, igazából teljesen random, hogy mikor, sárga répát eszik, és megvéd minket a ételmérgezéstől. Hát igazából lehetséges, hogy a boci nem véd meg, azt nem próbáltam, de a mérgezés is, tehát az ételmérgezés is negatív potion effekt, úgyhogy szerintem attól is meg kell, hogy védjen minket. És a malac egyébként annyit csinál, hogy sokkal több időbe telik az, amíg megéhezünk, tehát ö, igazából jóval kevesebb kaját kell magunknál hordani, hogyha van egy ilyen kis malackánk. Nézzük csak. Megettem, nem lett semmi bajom. Egyébként tudom, hogy ö, teljesen random, tehát lehet, hogy meg sem érgezett volna most ez az egy de higgyétek el, hogy ezzel a kis malackával bármennyi rohadt húst tehettek, ha szeretnétek. Na hát akkor a következő, a chicken pet, ugye a csirke pet, és tojásokat fog nekünk adni, illetve magvokat eszik, de még pluszban kapunk speed boostot, és nagyon gyorsan tudunk vele szaladni. Igazából nagyjából ennyit tud a csirke, hogyha szeretnétek uh, rengeteg tojást szerezni, akkor ajánlom, hogy kraftoljátok le. Aztán a következő az a squid pet. A squid pet egyébként halat eszik, és két potion effektet fog nekünk adni, de ezek csak a vízben működnek, úgyhogy... Uh, Gyorsan mindjárt be is ugrok ebbe a medencébe, de előbb megnézzük, hogy mit csinál. Na hát kapunk víz alatti légzést, illetve víz alatti látást, és sokkal gyorsabban tudunk vele úszni. Ide jövök, és valóban egyébként olyan, mintha futnék a víz alatt, és csak simán a vét nyomom, szóval tök jó. Hogyha esetleg víz alatt szeretnétek sokáig menni, akkor ezt a Squid petet mindenféleképpen craftoljátok le. És egyébként talán azt még nem is mondtam, hogy ugye több inventory pet is lehet nálatok, és összeadódnak a tulajdonságaik. Tehát uh, igazából elég OP lehet egy idő után, hogyha az ember rengeteg jó inventory petet tart magánál. Csak hát ugye az alsó ilyen hotbarban nem fér túl sok, úgyhogy arra is figyelni kell. Aztán itt van az Ocelot Pet, ez uh, éjjel látást ad nekünk elijeszti a creeperöket, és hogyha víz közelében vagyunk, akkor fog nekünk nyers halat, illetve ő, sült halat kell neki adni. Ide jövök egyébként a vízhez, megnézem, hát hogyha fog nekünk halacskát. Nagyon szeretném egyébként, hogyha látnátok, mert szerintem tök király. Aha, kaptunk is egyet. Szóltok tök jó és ő, ide lerakok néhány creepert. És láthatjátok, hogy elkezdenek előlem futni. <laughs> Nagyon vicces egyébként. Úgyhogy aki nem szereti a creeperöket, annak ajánlani tudom az ocelot petet. Most már az összes barátságosat megmutattam nektek, úgyhogy itt az ideje, hogy a kicsit gonoszabbakra is átérjünk. Egyébként nem fognak minket bántani, de szörnyek, illetve gólemek lesznek ebben a ládában. És mob megjelölést kaptak, azért raktam őket egy ládába. Na hát az első a spider pet, azaz a pet, és pókfonalat fog nekünk adni, illetve nyers húst eszik. Bármilyen nyers hús jó egyébként, nem csak a marha, csak én marha húst raktam ide. Kezd egyébként kicsit ö, káosz lenni az inventorimban. Szóval jump boostot kapunk, tehát magasabb le tudunk vele ugrani, tudunk vele falra mászni, illetve ö, tudunk a falon megállni, hogyha fölmászunk és nyomjuk a shiftet, akkor elméletileg meg tudunk állni a falon. Igen. És még mit tud? Ja igen, kapunk tőle pokfonalat. Megmutatom egyébként a jump is. Ilyen hatalmasat lehet vele ugrani, szóval szerintem tök jó pofa. Illetve bármire föl tudtok vele mászni, ami alapból egy nagyon jó dolog. És hogyha szeretitek a sok pók fonalat, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy kraftoljátok le ezt a kis pókpetet. Na, hát a következő az a Creeper Pet. Hát a Creeper Pet az annyira jó, hogy uh, tudunk vele robbantgatni. Igen, jól hallottátok, hogyha jobb klikkel rákattintunk, akkor uh, tudunk robbantani, illetve immunisak vagyunk a robbanásra a saját robbanásunkra egyébként én kipróbáltam, hogyha egy creeper robbant föl mellettem, akkor arra nem voltam immunis, de a saját robbanásomra igen viszont most kikapcsoltam azt, hogy romboljanak a mobok mert nem szerettem volna, hogy esetleg valami majd itt a bemutató közben teljesen szétbarmolja a pályát de elég nagy robbanást generál egyébként de ez, is láthatjátok, hogy egészen a felére lement itt ez a damage bar, hogyha használok még egyet akkor megeszik egy puskaport. Úgyhogy igazából a Creeper Pet erre jó, hogyha szeretnétek robbangatni, esetleg szerveren ö, tudjátok használni ezt a modot, akkor elég vicces dolgokat lehet vele csinálni. A következő a Ghast Pet, ő pedig Blaze powder fog enni, és hát ö, igazából szerintem kitalálhattátok, hogy mit fog csinálni, lehet vele tűzgolyókat lőni viszont igen, csak itt a távolban mutatom ezt meg nektek, mert nem szeretném, hogy esetleg felgyulladjon a pálya. Azt egyébként néztem, hogyha kikapcsoltam a tűzterjedését, akkor valamiért nem aludt el, tehát azt nem akartam kikapcsolni, és mivel minden fából van ott építve, ezért itt mutatom meg nektek, igazából ennyit tud, lehet vele tűzgolyót lőni, és Blaze Powder teszik, amikor elhasználja ezt a képességét. Na, hát a következő a magma kocka pet, és hát tűzállóságot kapunk, illetve tudunk sétálni a láván, és nedőrkvarcot teszik. eszik. ezt meg is mutatom nektek. Láthatjátok, hogy simán át tudtam sétálni a láván, és túlélő modul vagyok, tehát nem tudtam csalni, hogy esetleg repülök. Szóval tök király. És hát a tűzállóságot így nem nagyon tudom nektek megmutatni, mert hát ugye nem esek bele a lávába de higgyétek el, hogy tűzállóságot is kapunk, láthatjátok, hogy kapunk Fire Resistance 2-t, tehát hogy ezt így is tudom szerencsére nektek mutatni és nether eszik. Ő neki ugye nincsen damage bárja, tehát ő nem használódik el, viszont egy Minecraft nap alatt mondjuk egy két-három nether simán megeszik. Aztán ugye a szörnyeket igazából már így kiveséztük, jöjjenek a gólemek, van az iron gólempet, ez egyébként vasat fog enni, és ö, egy shieldet kapunk tőle, tehát egy pajzsot. Ugye, hogyha jobb klikkelek vele, akkor láthatjátok, hogy ö, kaptam ilyen plusz szíveket, ez egyébként két percig tart, úgyhogy ö, elég király. Elég jól lehet vele harcolni, ha az embernél van ilyen. PvP-nél egyébként kifejezetten hasznos lenne egy ilyen, viszont ö, hát igen, elég kevés a modos szerver. Na, aztán itt van a következő, a smogó lempet. Ez húgójokat fog nekünk adni, tök aranyos, és ö, tök feje teszik. A tökfejű. Szóval ő egy kanibál. Ö, jó, oké, okay. lehet, hogy be annyira nem kellett volna belemenni, és ö, hátra a lökést ad, illetve néha ad nekünk hógolyókat, mert ilyen aranyos, és igen, pámként teszik. Mindjárt megmutatom nektek. Uh, mekkorát repült a kis disznó. <laughs> Szegény. Szóval igen, hogyha jobb, vagy ha bal klikkel próbáltok megütni vele valamit, akkor jól hátra löki, mint egy hátra rendelkező kard. Úgyhogy szerintem azért ez elég király. Bár a sebzése ugye nincs akkora, mint egy mondjuk egy gyémánt kardnak, de, de azért elég vicces dolgokat lehet vele csinálni. Jó, hát akkor a mob megjelölésű peteket is átbeszéltük, és akkor jöjjenek az eszközpetek, amik utility megjelölést kaptak. Hát készüljetek fel, ezek nagyon királyok lesznek. Az első az a bad, -bad. Hát, ö, kitalálhatjátok, hogy mire jó, ö, gyapjút eszik egyébként, és hogyha szeretnétek aludni, akkor csak jobb klikkeltek vele, és átugorja az éjszakát, és akkor, ha jól tudom, minden egyes alvásnál megeszik egy gyapjút. Ö, ezt meg ki is próbálom szerintem. Lerakom ide, alszik egyet, és ö, nem, akkor két alvásonként eszik meg egy gyapjút. Úgyhogy igazából eléggé gazdaságos. Aztán a következő, a chest pad. ez ugye fadeszkát fog enni, és jobb klikkel igazából egy ilyen hordozható láda, tehát tudjátok használni mondjuk hátizsáknak. Van egyébként olyan chest pad, ami csak egy kis ládának felel meg, illetve van olyan, ami egy dupla ládának. Dupla ládás egyébként szerintem jobb, tehát hogy itt tényleg egyébként egy egész nagy hátizsákotok lehet. Igazából ezek ennyit tudnak. Aztán van a pet, na hát ez, ez tényleg nagyon jó lesz. Az a lényeg, hogy tudtok vele automatán sütni egyből. Tehát, hogyha jobb klikkel kattintotok vele, akkor megeszik egy szenet, viszont egyből kisüti azt a kaját, vagy igazából ércet, ami legelő van az inventorimban. Az almát nyilván nem tudom megsütni, úgyhogy sült hús fogok kapni. Láthatjátok, hogy elhasznált egy szenet, viszont azonnal megsütötte a húst. Most kicserélem, tehát a első süthető tárgya vas lesz, és láthatjátok, hogy akkor egyből vasat kapok. Szóval szerintem egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogyha az ember nem szeret várni, akkor mindenféleképpen ajánlani tudom ezt a modot nekik, mert tényleg nagyon király. Aztán a Crafting Table Pet, ő is egyébként fadeszkát teszik, hát szerintem kitalálhattátok, hogy mit tud, hordozható Crafting Table, ez is egyébként szerintem egy egész hasznos dolog. Ezek az eszközpettek egyébként csak akkor kell, hogy itt elő legyenek, amikor használni akarjátok őket. Aztán van az Enchanting Table Pet, ugye ezzel varázsolni tudtok. Könyvet teszik, és kapunk egy random varázslatot. Gondolom egyébként a legelső kardot fogja varázsolni, ami az inventorimban van, úgyhogy pont azt, amit már használtam. Nem, ki tudom választani? Aha, ezt szeretném. És wow, egyből 30-as szintet is tudnék rárakni viszont nincs nálam most XP, úgyhogy ezt mindjárt meg is oldom. Na hát adtam is magamnak egy kevéske kis tapasztalatpontot, és meg is egy könyvet, hallottátok, mondta, hogy om nom 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 nom, -nom, -nom, -nom és 30 as szinte azt a mindenit, tehát ez egy nagyon OP diakard lett, ezt is akkor már szerintem elvarázsolom, ha már megtehetem, hát ez annyira nem lett jó, ízelt rábúak, beszedelme négy, hát köszönöm szépen, nem mindegy, azért köszönöm a Enchanting Table pet. Aztán a következő a Jukebox pet. Hát ez redstone teszik, és <laughs> kitaláltátok, hogy mit tud, automatikusan elkezdi lejátszani a zenéket, amik nálunk vannak, és jobb klikkel elkezd lejátszani egy lemezt, még egy jobb klikkel meg tudjuk állítani, illetve újra el tudjuk indítani, illetve shift plus jobb klikkel egy következő lemezt kezd el lejátszani nekünk. Úgyhogy ezt ki is próbálom hallhatjátok, hogy most elkezdte játszani ezt a Chirp nevű lemezt. Ez a legelső, ami az inventorimban van. Jobb klikkelek, leállítja. Ennyit klikkelek, elkezdi játszani. És Shift plusz jobb klikkel, elkezdi játszani a következőt, ami a Wait lemez, tehát a következő az inventorimban. Úgyhogy igazából ilyen hordozható zene doboz. Hogyha szereti valaki ezeket, akkor mindenféleképpen ajánlom neki. Na, a következő az MV pet Ez iron nagetet fog enni. Ö, lehet, hogy eddig még nem mondtam. Ugye a modban ö, vannak ilyen nagetek. Igazából egy sima ö, vas darabból volt valahol vas darab. Igen, volt az inventorimban is. Azt ö, 9 darab iron nageté tudjátok alakítani. Szóval ö, így működik, nem olyan bonyolult. És hát annyit tud, hogy ö, automatikusan. Ő elkezdi javítani az inventorimban lévő tárgyakat, és ezért is raktam be, igen, ide egy majdnem elhasznált arancsákányt, mert hát nyilván mindenki arancsákányt használ. És hát szépen lassan elkezdi nekem javítgatni, ennyit tud, és közben falatozza nekem itt a vasat, bár nem tudom egyébként, hogy a vasból hogyan fogja megjavítani, de ezt itt hagyom most egy darabig, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyi idő alatt javította meg nekem. Bár lehet, hogy egyébként ezzel fogja kezdeni, de ezt ide legelejére rakom, és akkor biztos, hogy a aranyat kezdje el javítani. Illetve a kajáját is ide rakom, és akkor már tényleg biztos. Na, a következő a Brewing Stand Pet. Ez igazából egy hordozható bájital készítő nedőrvortot eszik. Tehát jobb klikkeltek rá, és kaptok egy random potion cserébe viszont megeszik egy bibircsókot és kaptam egy ö, láthatatlanságot három percig. Igazából jó potionokat is kaphattok, meg rosszakat is, úgyhogy ö, ez ilyen teljesen a véletlenre van bízva, hogy mit kaptok. Most például egy eldobható ö, gyengeség kaptam, de nem rossz, tehát ö, igazából, hogyha az embernek nagyon sok bibircsókja van, akkor simán el tudja szórni ezekre, és akkor, hogyha esetleg nem tudja, potion crafting recepteket, akkor is uh, tud magának potionöket készíteni, illetve hogyha csak tényleg nagyon sok bibircsókja van az embernek, akkor uh, erre el tudja használni. És az utolsó eszköz, az az Ender portál Pet lesz, illetve a nedőr Pet, és uh, igazából, hogyha jobb klikkeltek, akkor elvisz a nedőrbe, nedőrkvarcot nether eszik, és uh, obszidián negetet is, tehát nedőrkvarcot is és obszidián negetet is eszik. Az obszidián neget azért lett ugye hozzáadva, mert ö, nyilván, hogyha még nem voltatok a nedőrbe, akkor nem lehet nedőrkvarcotok. Az obszidian negetet egyébként egy obsidianból lehet kraftolni, és akkor ugye kilencet kaptok. És ugye meg is mutatom nektek, hogy jobb klikkelek, remélhetőleg nem fog meghalni a nedőrben, és jó helyre rak ki. Igen. jaj. És jobb klikkel vissza is tudok egyben menni és ugyanoda rakja, ahol voltam, úgyhogy tök jó. Na hát akkor ő vissza is raknám, dörportál petet, és akkor ő kétféle kaját is eszik, amelyikből több van, az a letessétek. És akkor itt is lenne vége a utility, illetve az eszköz peteknek, átérünk a speciális petekre, és meg is javította közben az envil, úgyhogy ezt most már ide vissza is rakom. Nem tudom egyébként, hogy mennyit evett, nem figyeltem, talán egy ilyen nagetet, és megjavította nekünk a wow, a kardot is, és az arany csárkányt is. Na, akkor speciális petek. Az első ez a Quantum Crystal Monster Pet, és hát ilyen minionokat fog nekünk spawnolni. Lapis nagettel lehet ettetni, ez nyilván a lapisból lesz, egyébként nem a blogból, hanem a sima lapisból. És ha jobb klikkelek, akkor kapok ilyen Minionokat, akik engem védenek de igazából sokszor csak bajt okoznak úgyhogy uh, inkább itt is hagyom őket egyébként nem mindegyik petet lehet lekraftolni ezt uh, talán nem mondtam uh, megölték szegény malackát nem mondtam uh, ha jól tudom akkor a Legendary peteket egyáltalán nem lehet lekraftolni ez azért van, mert uh, őket csak dungeon lehet találni és majd mutatok dungeon is a végén, hogy hogyan néznek ki úgyhogy emiatt sem kell aggódni. Viszont szóval ezeket jó lenne eltüntetni, mert ő eléggé elég idegesítőek. Egyébként tudom, hogy engem védenek, de... Na, értetek. Szóval az, hogy itt az egyik véletlen fel fogja nekem gyújtani a pályát, az annyira nem lesz vicces. Főleg, hogy már elkezdték fölgyújtani. előbb akkor ezt meg, mert... Mert tényleg nem lenne jó, hogyha itt minden lángokban állna. Az az endőr, valami, az el is tűnt már. Na mindegy, ez is egyébként ö, ilyen lapis neget teszik. És láthatjátok, hogy ugye, amikor elhasználódik, akkor fogja megenni. Aztán a következő, a vidörpet Ez... Ö, hát Lifesteal 25%, ez azt jelenti, hogy ha valamit ö, sebzünk, valamit ö, megpróbálunk megölni, mint például azt a malacot, ami egyébként ö, lehet, hogy egyből meghalna ettől a gyémánt Ez egy nagyon jó építés lett. Akkor el tudjuk lopni az életét. Tehát láthatjátok, hogy egy szívem van, viszont, ha megütöm a malacot, akkor elloptam 25%-ot a sebzésből, és föltöltötte a szívemet, úgyhogy azért ez egy elég király dolog. Illetve a vidőr-effektre immunisak vagyunk, tehát, hogyha szeretnétek megölni a vidőr-boszt, akkor mindenféleképpen szerintem használjátok ezt a petet, és teszik, tehát lélekhomokot. A következő pedig a Purple Isher Scalpet. Hát ez folyamatosan regenerálja ugye a szívecskénket, tehát olyan, hogyha megittünk volna egy regeneráció kettes pósont, és ő is föl fogja nekünk tölteni a lávás vödröt, viszont nem tejjel, hanem lávával, ami szintén nagyon hasznos, nem kell vinni a lávát. És Diamond nugget teszik, hát ő igen, egy kicsit drágább, mint a mezei társa. Most azt nem várom meg, hogy lávával feltöltse nekem a vödröt, de higgyétek el, hogy működik egyébként ott is írja a második sorba. Na, a következő ez a Mickerson, hát ez fogalmam sincs, hogy micsoda, de ez is gyémánt negette teszik, és elolvasom, hogy mit csinál. Ő, ez Resistance 3 ad, ez Védelem 3, és van egy ilyen hogy Secret of Life, hát ez fogalmam sincs egyébként, hogy mit csinálhat, de valamit még csinál. Nem nagyon tudom kiolvasni, hogy az micsoda lehet, az élet titkát tudja. De egyébként tök aranyos. Nekem nagyon tetszik ilyen kis vicces fejet vág közben. Meg mindegyiknek van ilyen kis aranyos animációja, hogy mozgatják a szájukat, szemüket. Aztán van ez a Pingot Pet. Ez uh, pittyeg, amikor valamilyen érc van a közelünkbe, és ő is egyébként gyémántot falatozik. Hallhatjátok, hogy uh, ugye, mivel ott van az arany, elkezd így pittyegni. Ha távolabb megyek, akkor halkabb lesz, és minél közelebb megyek, annál hangosabb. Tehát, hogyha egészen itt állok az érc mellett, akkor már nagyon hangosan kezd el nekem itt sípolni. Ez ő sajnos egyébként nem lehet beállítani, hogy ő csak egy ércre kezdjen el pityegni, mert akkor ő nyilván beállítanám arra, hogy csak a gyémántra pityegjen, de egész jó kis cucc szerintem. És ő is egyébként egy Minecraft nap alatt egy-két ilyen gyémánt rögöt meg, úgyhogy annyira nem is drága és akkor a végére hagynám a legendary peteket, ezek csak dungeonben találhatóak, tehát egyáltalán nem kraftolhatóak. Az egyik a pufferfish pet, és ez tüskéket ad nekünk, illetve mérgez mindent körülöttünk, és glowstone dustot eszik. És ezt meg is mutatom nektek, csináltam a zombinak egy kis házat, mert én ilyen kedves vagyok, nem fog megégni, és hát igen, egyébként én is sebződök, de a zombi az úgy meghalt, hogy hozzá se nyúltam szinte. Tehát meghalt volna. Igen, ö, egész durva kis cucc. Úgyhogy ö, azért óvatosan vele támadjatok is, mert látjátok, azért a zombi is ö, tudott rajtam sevezni. Gyorsan meg is eszem még ezt a kis almát, mert ö, nem lenne jó, ha meghalnék itt a bemutató közben. Aztán a következő a Slime-pet, ez ö, aranyalmát eszik. És megvéd minket mindenféle haláltól, Ö, illetve elég sokféle haláltól. Hát nem tudom, hogy lemerjek-e innen ugrani, mert hát csak megvéd. Mondjuk ettől még nem haltam volna meg, de mindjárt megnézzük. És elmentek, amikor megment minket a haláltól, akkor meg ezt egy aranyalmát. Nem akkor eszik meg egy aranyalmát, amikor ugye neki is lemegy a damage bárja. úgyhogy elég sok meg tud minket menteni a haláltól azért ez elég király na hát erre képes a slime pet, ezt is egyébként csak dungeonben lehet találni aztán van a cloud pet hát a cloud pet ö, igazából arra jó, hogy ö, ha jól tudom, tudunk vele repülni illetve ö, villámokat szórni és megvan még az a kis malac Röfi, Röfi, nincs meg a Röfi. Nem akartam megölni a Röfit, mert uh, mindjárt mutatom, hogy miért nem akartam megölni. Szóval itt a Röfi, és a Cloud Pettel tudok belőle varázsolni zombi Cöfit. Úgyhogy például erre jó hogyha villámokat akartok szórni, tudtok zombi malacokat spawnolni, illetve charge creeperöket, illetve 1.8-ban a falusiból is tudtok mondjuk boszorkányt csinálni, bár nem tudom ki akar, de van rá lehetőség. Ezt a cloud petet egyébként magamnál hagyom, majd meglátjátok, hogy miért az egyik dungeonhöz kell majd. Egyébként ez a cloud pet csak abban a dungeonben lesz megtalálható, és van még ez a black hole pet, ez a fekete lyuk pet, és ő lelassítja az időt. Igen, és obszidián negetet eszik. Tehát uh, annyira egyébként nem is nagy étkű. És megmutatom, hogy mit tud, egyébként nagyon vicces lesz. Itt van ez a skeleton, jobb klikkelek vele. És ő le fogja lassítani az időt. Elméletileg a, igen, a nyilvesszőit is teljesen lelassítja. Szóval nagyon komoly, ilyen matrixos az egész, nagyon menő. Úgyhogy, uh, hát aki ezek elől sem tud kitérni, arra inkább nem mondok semmit. Na, hát ennyit tud ez a fekete jugpet. le tudja lassítani az időt, sokkal jobban tudtok reagálni arra, hogyha esetleg megtámadnak titeket. Ja, tényleg őt itt akartam hagyni. Valahonnan még lövöldöznek. Vagy, ja, most ért be a nyíl. Ó. Na, és akkor szerintem át is térnek a dungeonökre, megmutattam nektek az összes petet, a, az első dungeon, amit mutatni fogok nektek, az a felhős dungeon, és itt lehet meg találni egyedül ezt a cloud petet, viszont azt még el kell, hogy mondjam, hogy nem mindig fogtok benne ilyen cloud petet találni, tehát random lehet bármelyik pet benne, de ilyen cloud petet csak itt tudtok találni. Hát először, amikor nem tudtok repülni, elég nehézkes ide feljutni, de lehetséges. Ja igen, is blézek őrzik, azt elfelejtettem nektek mondani. Jújúj, ez így nagyon nem lesz jó. Ezt nem kalkuláltam bele a blézeket. Kis tűzállóság jól jött volna. Vagy legalább az, ami lelassítja az időt. De azért megoldottuk. És egy vidörpet van benne. Illetve jég, arany, ilyen nagetek. Hát sok minden. Tehát elég király. Na igen, vissza is jövök. Ó, azt nem tudom viszont, hogy megvéde a eséstől a cloudpet, úgyhogy azért nem hazárdírozok. És a következő dungeon a Föld Alatti Dungeon lesz. Én úgy tudom, hogy a Black Hole petet lehet itt találni. Tehát egyetül ebben a fajta dungeonben. És lehet, hogy egyébként magammal viszem a Iron Golem petet. Hogy megvédjen engem egy kicsit. És akkor megnézzük ezt a dungeont is. Direkt egyébként megkerestem mindegyiket, hogy ne kelljen itt össze-vissza Viszont arra nem gondoltam, hogy kellene hoznom egy csákányt is, úgyhogy most átváltok. Így. És láthatjátok, hogy így néz ki belülről a dungeon, illetve vannak benne nagyon gyors zombik, akik most szerencsére nem követnek engem, azért mert ugye kreatív módban vagyok. És van benne egy sippet, illetve pókháló, meg ilyen különféle klassz dolgok. Szóval ez a föld alatti dungeon, itt találhatjátok meg egyedül a Black Hole petet. Vissza is megyek ide a bemutatóhoz. És a következő dungeon, a víz alatti dungeon. A víz alatti dungeonben tudjátok megtalálni a pufferfish petet. Szerintem egyébként ez eléggé nyilvánvaló volt, hogy a legendary petek közül a pufferfish lesz a víz alatti dungeonnél. Úgyhogy nézzük is meg, itt lesz egyébként. Ha jól emlékszem, akkor itt. Igen. És ilyen víz alatti pókokat spawnol, úgyhogy vigyázzatok vele. És egy magma cube pet volt itt. Illetve szivacsok, meg mindenféle klassz dolog. Úgy is láttátok, nem kell szerintem elmondanom, hogy mi volt ott. Menjünk vissza a bemutatóhoz. Ú, de megmérgeztek. Most már jobb. Oké, okay, és az utolsó a fa ládikó. Én így neveztem el. Egyébként fákon vannak ilyen kis ládikók. Ott is van egy. Ezek igazából, ezeket nem őrzi semmilyen mob, tehát ilyet elég gyakran találhattok. Itt annyira nincsenek értékes petek, viszont a slime petet, ugye, ami megvédtiteket a haláltól, azt ilyenben tudjátok megtalálni, illetve tök random van benne mindenféle. Gyorsan itt körbe még az erdőben. Egyébként ezek a dungeonok ezek csak sima erdőben, nyírerdőben és dzsungelben megtalálhatóak, tehát az új bajomokban nem, illetve a fenyős erdőben sem generálódik ilyen láda, de itt is van egy, szóval ezek ilyen eléggé gyakoriak. Ú, uh, szét is ütöttem sajnos. De hát igazából ennyit tud. Egy pokpet volt benne, mert azt hiszem az nem volt nálam. Szóval ilyenekkel nagyon gyakran találkozhatok, és szerintem akkor vissza is mennék a mod bemutatónak a végére mert így is elég hosszúra sikeredett, de ezt nem akartam külön részekre szedni, mert úgy meg talán túl rövid lett volna. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a végignézést, remélem tetszett nektek ez a mod. A videó végén pedig lesz egy telepítési útmutató, hogy hogyan tudjátok telepíteni ezt a modot. És akkor itt is lennék az Inventory Pets modnak a telepítésével, igazából a linket majd megtaláljátok a leírásban, illetve hogyha rákeresek a Google-ben az Inventory Pets mod kifejezésre, akkor is meg fogjátok találni, ebben biztos vagyok és hát a legfrissebb verzió az 1.7.10-el működik én is egyébként ebben a verzióban vettem föl hogyha esetleg később nézitek meg a videót, akkor lehet, hogy már lesz 1.8-ban is és ugye megmutatom nektek akkor, hogy hogyan is lehet letölteni egyébként itt vannak receptek de itt csak a creepert mutatja, úgyhogy majd mindenféleképpen akkor be kell, hogy vágjam a videóba na hát Hol is van, hol is van? Itt van Download, 1.7.10-re. Na hát akkor erre először is rá És itt gyorsan visszaszámol nekünk, tök jó. Inventory Pants, 1.7.10 Oké, okay. ezt ide kihúzom egyből az asztalra, az a legegyszerűbb. És akkor most keresek egy olyat, hogy Minecraft Forge. A legelső találat kell nekünk, és 1.7.10-es verzió kell nekünk. Ezt a sima 1.7.10-et fogom használni. És Download Recommended InstallerVin. Hú, de megváltozott. Mindegy, azért sikeresen meg tudtuk ezt is oldani, nem volt uh, nagy feladat. Itt uh, rákattintatok a Karaj Skip és szép file. Lehet, hogy egyébként mostanában ezért írtátok olyan sokan, hogy nem sikerült a telepítése modoknak, mert itt elakadtatok. Igazából elég rég telepítettem modokat, úgyhogy elnézést, azóta megváltozott, mióta én utoljára ilyet csináltam. Na mindegy, a lényeg, hogy 1.7.10-es verzióban minimum egyszer futtassátok a Minecraftot, én az eredeti Minecraftot használom, Team extreme is működik, Minecraft-rel is működik, a többi kliensről nem nagyon tudok nyilatkozni, nem próbáltam őket, az viszont biztos, hogy nagyon sok magyar kliens nem lehet modolni. Na, hát akkor, hogyha elindítottátok egyszer az 1.7.10-es Minecraftot, akkor csak annyit kell tennetek, hogy erre rákattintotok. Futtatás, és install client, oké. Okay. Successful install, ez azt jelenti, hogy sikeresen telepítette, és ide a keresőbe beírjátok azt, hogy százalékja, de megfelelően van telepítve, hogy engem ne idegesítsél. Hop, data. Itt megkeresítek a pont Minecraft mappát, és ezen belül a mods mappát, hogyha nincsen mods mappa, az azért lehet, mert ugye még nem futtattátok soha modolva a Minecraftot. Egyébként ilyenkor jobb klikkel létre tudjátok hozni, és ha így kisbetűvel beíratok, hogy modz, akkor is fog működni, de hogyha egyszer elindítjátok modosan a Minecraftot, akkor ezt automatikusan le fogja nektek generálni, és annyi az egész, hogy behúzatok ide az Inventory Pets modot. A többi modra nincsen szükségetek, a Natina Fightems az azért kellett, hogy ugye meg tudjam nézni a crafting recepteket, a Cold Chicken Core az ehhez kellett a Natina Fightemhez, tehát hogy ez a kettő együtt működik csak, illetve az Optifine-t raktam, mert az nálam mindig ben szokott lenni. De bőven elég, hogyha az inventory percet behúzátok, hogyha csak ezt az egy modot szeretnétek. És nagyon fontos az, hogyha modoltok, és több modot használtok egyszerre, akkor mindegyik ugyanabban a verzióban legyen a mod mappába, mert hogyha most itt behúznék mondjuk egy 1.8-as modot, vagy egy 1.7.2-eset, teljesen mindegy, akkor nem indulnál a Minecraft összeomlana. Tehát mindig egy verzió számú modok legyenek. Elindítom a Minecraftot, és hogyha nincsen modolt profilotok, láthatjátok, hogy nekem itt már van, akkor rákatüntetek arra, hogy új profil. Igazából most létrehozok egy új profilt, már van ezer millió, mert mindig létrehozok egy újat a mod bemutatók miatt. És itt a use version-nél kiválasztjátok azt a forge verziót, amit most telepítettünk. Igazából teljesen mindegy, nekem most már van 3.1.7.10 es szerintem egyébként ez lesz a legfrissebb szép profil. És kiválasztom a forge igen ez volt az, rákatintok arra, hogy play, most majd elkezd tölteni, nekem kevesebb ideig fog tölteni, ez azért van, mert nekem már ugye egyszer legenerálta a mappákat, stb. Tehát amikor először elkezdi ezeket tölteni, akkor valószínűleg nektek több ideig fog tartani. Láthatjátok, 6 mód van beolvasva, ebből 6 aktív, single player, inventory pets, és minden ugyanúgy működik, itt vannak az inventorimban a petek. Úgyhogy ennyi is lenne ez a mod bemutató, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, like írjatok kommentet, Doki voltam, sziasztok! A videó elkészültét az Infinity Asszony támogatta.